Közös nyárindító koncerttel várta az igényes kórus muzsika kedvelőit a Comenius Kamarakórus és a Primavera Kórus szombaton a Hímerház báltermébe. Az első fellépő ezúttal is egy sokszínű repertoárral jelentkezett, Mendelssohntól a kortárs magyar szerzőkig csendültek fel kórusművek előadásukban. Ősszel már volt kórusfesztivál, az Albarégia Kórusfesztivál, után a karácsonyi koncertek, a közös karácsonyi koncert a szimfonikus zenekarral. Most egy pár hete volt a saját évszakú koncertünk, közösen a Sing for Joy kamarakórussal, Primavera kórussal. Sikeres évadot zárt a Comenius Kamarakórus is, és ahogy a kórus muzsika barátai már megszokták, ezúttal is kivételes dallamvilággal jelentkeztek. Reményi Attila Közelítő tél című Berzsenyi Dániel versére írt kórusműve most hangzott el először koncerten. Az érdekessége az, hogy a preklasszikus művektől kezdve a kortárs zenéig, hát 6 darabot fogunk énekelni, tehát nem lesz olyan sok darab, de 2 ős bemutató is lesz. Illetve az egyik az csak egy bemutató, ez Endő Lászlónak, Székesfehérvár ismert zongoristájának a műve egy Sanctus lesz, egy miséjéből, másik pedig egy győri zeneszerző, kiváló zeneszerző, Reményi Attila Berzsenyi versére írott művének lesz az ős bemutatója. A koncert díszvendégei Reményi Attila és Endő László zeneszerzők voltak, akiknek művei a Comenius Kamarakórus műsorában hangzottak fel.